Na kérem szépen, itt vagyok a magyar-osztrák határ közelébe, és hát imádom az ilyeneket, ez egy régi híd, méghozzá a hansági kisvasútnak a hídja. Ugye ez a kisvasút, nem is tudom mikor szűnt meg, ide lesz írva, nem néztem utána most, bocs, csak erre jártam, aztán megálltam. Elképesztő jól néz ki, ugye sok helyen lehet látni, hogy a régi híd mellé egy újat építettek, és a régit meghagyták. Talán azért, mert nem akartak vele foglalkozni, lebontani, arra pénzt áldozni, vagy talán valami hát ilyen kiegészítő hídként, vagy ilyen póthídként funkcionáljon, hogyha ez a jelenlegi mondjuk leszakadni, vagy valami bármi lenne vele, akkor ezt talán még lehet is használni, hogyha úgy felújítják. Ugye ez a hansági kisvasútnak nagyon ez egy olyan hír, hogy elmondjam, hogy látjátok, hogy csak egy autó fér rá, tehát ez is egy ilyen kis azt a... ez mi a szar? Azt a rohadt élet! Azt figyeljétek! Azt a kurva! Mi ez, valami Ferrari Lamborghini találkozó? Azt nézzétek, bazzeg! Te jó ég! Azt nézzétek, genyó! Az előbb is elment egy Lamborghini, nem tudtam, hogy mi ez, azt nem ilyen izébe mennek, ilyen, hogy is mondják, konvojba, de nagyon brutális volt. Milyen valami találkozó volt itt? Azt a rohadt élet! Közben egy pofázok a hídról, akit senkit nem érdekel. Na jó van. Hát, baszki! Életemben nem láttam még ilyen Lamborghini-t, amúgy igaziból, na. Szóval visszatérve a hídre, nem mintha valakit érdekelne ezek után. Baszki! Milyen kis matchbox hangjuk volt. Na, hol is tartottam? Ott egy monitor benne a folyóba. Tehát ez nagy, hatalmas nagy látványosság és turisztikai célpontként szolgált ez a hansági kisvasút. Ugye azt ide kiírtam, hogy mikor szűnt meg. Ez az egész Kisalföldet, Kapuvár, eljött az egész Tőzeggyár, Major, eljött az egész magyar-osztrák határig is. Ez a kisvasút, ugye rengeteg helyen volt kisvasút, megszüntették, Veszprém például, ott is megszüntették, a nyomai megvannak, a barlangok, az alagutak még mindig ott vannak. De csomó helyen például van kisvasút, a Lillafüredi kisvasút, az eszméletlen szépen néz ki, és nagyon jól is működik. Azt érdemes megnézni, hogy valaki a keskeny nyomtárból, hogy is mondják, keskeny nyomvonalú sínt szereti, vagy ugye a vonatoknak a szerelmeseit. Hát ez most így néz ki, ez a mostani híd. Nyilván akkor középen volt. Az egyik sín, az még meg is van, ahogy látom. Ja, nem, ez nem volt sín. Ugye az nyilván középen futott, vagy ha esetleg olyan... Hát nem tudom elképzelni, hogy ez két sávos lett volna. Nem. Ez csak egy sávos híd volt. Hú! Fasza. Acél tehát, ez olyan stabil, mint a rohadt élet. Ha belesek, akkor meg a kamerának annyi. Szóval... azért vigyázni kell. Oké. Hát szóval így nézett ki a... hogyha már videón tartunk, akkor amikor jöttem erre fel, akkor is... láttam egy csomó nyomát ennek a kisvasútnak. Meg is fogom mutatni, arrafelé is... most majdnem leestem. Arrafelé is van egy nyom, pont az úton megy át, és... még egy csomó hídja, még Kapuváron is van neki hídja, ami régen, most már gyalog híd, ami régen kisvasútnak a hídja volt. Hát így néz ki most. Hát menjünk tovább, aztán mutatok egy pár darbot még belőle, ami még úgy érdekes. Ugye az autóútot vágja ketté ez a sima, és hát beleolvasztották már betonba azt a sínt. Na menjünk. Na, közben jön még egy, ezt mindenképpen fel akartam venni. Ferrari. Na, amit látjátok, itt is van a kisvasútnak a hídja.
Tehát akkor nyilván csak egy sávos volt ebből következtetve. Ugye az előbb ott álltam az út végén. És akkor ugye itt ment végig az úton, és ott láttam valamire arra fele lett volna egy olyan, hogy így keresztül vágott az úton errefele. Na mindjárt megnézzük. Na, megtaláltam. Itt van a Tőzeggyár Majer után körülbelül egy fél kilométerre. Ugye eddig a bal oldalon ment, ugye, hogyha erre felnézünk, akkor jobb oldalon ment. Utána pedig itt látjátok, itt csinál egy ilyen kisebb balra kanyarodást. És akkor látjátok, hogy ugyanez a nyomvonal, mint ahol ez előbb ment, csak elmennek az autók. Ugye ott ment a bal oldalon, itt végigjött, itt még mind a kettő ilyen tud látszik. Itt végig ment. Ja nem, csak csinálom a régi vasútról a videót. Kis vasútról. Na tehát akkor itt látjátok, itt le is van betonozva, hogy ne zökkenjen akkor át. És akkor nyilván, ha jól tudom, akkor arra fel is van egy ilyen kisebb megálló. Ja igen, tényleg most leszem, az egyik megállója az még meg is van. Azt nem tudom, hogy megpróbálom azt is keresni, de nem ígérem. Még megvan az állomás, megnéztem Google Maps-on. De hogy kell oda menni, azt nem tudom, de majd meg fogom nézni. Itt látjátok, az mondja kis vasút. Szóval nyilván a vonalból ítélve, azt nem tudom, hogy az út mellett ment. Nem hiszem, mert a fa az itt van, és ez nem olyan fiatal a fa, szóval van erre arra fele ment el a kis vasút. Igen, mert arra fele is van az a megálló, amit mondtam, amit mindjárt meg fogok nézni. Na, menjünk tovább. Hát, hogy is mondjam, nekem itt valami nem tiszta, ugyanis ez a kis vasút, nyomvonal, nem az, ahol az előbb voltam. Az előző az valami 200 méterrel arrébb. Akkor lehet, hogy mégis csak két sáv volt ott, vagy itt ketté osztott, mert az előző ugye nem lógott ki ennyire, tehát ezt láthatjátok, hogy ez teljesen más. Az előbb kiszálltam, az körülbelül 200 méter arrébb van. Ez pedig egy másik, pedig ugyanúgy futott itt át az úton, ugyanekkora szögben. Tehát akkor valószínűleg itt elágazott, ment egybe arrafele is, meg ment tovább is arrafele. Nyomozzuk tovább, gyertek!